Üdvözlök mindenkit az ötödik napom. A mai napnak a címe a víz alatt. A mai nap tulajdonképpen az özönvízről szól. Ez azt is jelenti, hogy egy nagyon nagyot ugrunk a történelemben. Ez az ugrásunk, ez nagyjából 1700-1800 éve tör el fel, hiszen Káin és Ábel után, nagyjából a teremtés után több mint 1800 évvel jött az özönvíz. Azaz láttuk a teremtést, láttuk a megállapodást, amit Isten kötött Ádámmal és Évával, is megszegték ezt a megállapodást, engedetlenek voltak, önfejűség, öntörvényűség lett úrrá rajtuk. Ez nagyon gyorsan gyilkossághoz is elvezetett, és a gyilkosság után több generáció múlva, azaz a már említett 1800 év múlva, egyszerűen globális gonoszság uralkodott el. Ez a globális gonoszság vezetett el az özönvízhez. Isten megtehette volna, hogy véget vet az egész történelemnek úgy, ahogy van, de nem akarta, mert más volt, eredetileg is más volt a célja. És Isten önmagának nem mond ellent. Ha neki van valami terve, azt végig fogja vinni. És ezt kezdte el végigvinni. Mert hogy ezt a szeretett kapcsolatot, amit ő eltervezett, ezt nem hagyhatta elveszni. És pontosan tudta, hogy egyszer majd el fogja küldeni a fiút. De bemutatja itt nekünk, hogy mennyire gonosz, és megláthatjuk, hogy mennyire gonosz az emberiség. Hogy mennyire hálátlan az ember, és mennyire önfejű, és mennyire tévúton jár Isten nélkül. És ezért Isten választotta Noét, és választotta Noénak a családját, és bízta meg a hajó építéssel, és Noé 120 éven keresztül építette a hajót. 120 éven keresztül gúnyolták Noét, és azt mondták, hogy hol van a te Istened, mikor fog esőt adni, mi az a hajó, ugyan már, meg mi az az eső egyáltalán. És amikor felépült a hajó is, és az állatok is ott voltak, itt jön a mi igeversünk, mert 7 nap múlva a 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Ez jött utána. Isten 8 emberrel, Noéval és a családjával, fiaival, feleségével együtt 8 ember menekült meg. Plusz mindenből 2. És a feláldozandó állatokból is többen jementek be a bárkába, hogy majd a kikötésnél, majd a partot érésnél, amikor a víz lement, akkor utána tudjon áldozni Istennek Noé. És ezt látjuk itt, ezt a történetet látjuk. A 8 ember, az az újrakezdés. A 8. nap, a következő nap, az az újrakezdés. Ahogy ez a 8, ez az újrakezdésnek a száma, ugyanúgy a 8-as az Krisztusnak a száma is. A Jelenések könyvében van egy olyan szám, hogy 666. 6-os az embernek a száma. 888 pedig Krisztusnak a száma. Krisztus az abszolút újrakezdés. És mindig van újrakezdés. Még a legnyomorultabb állapotból is van újrakezdés. Ez az üzenete az özönvíznek. És ez az üzenete Noénak. Remélem a 6. nap is velem tartotok. Addig is minden jót. Isten áldjon benneteket. Áldott nagypénteket kívánok mindenkinek.